Üdvözöljük a Hit Rádiónak a hallgatóit, ez itt a Visszapillantó, a Hit Rádió történelmi magazinja. Mai vendégünk pedig Vadas András, az ELTE BTK Középkori Történeti Intézet adjunktusa. Nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Egy nagyon érdekes témával készültünk ma a hallgatók számára. Nyilván az elmúlt két év majdnem mindenhol mindenkinek feljött a Covid és a járvánnyal kapcsolatos hírek, de hát nyilván ez nem a újdonság a történelemben, és éppen amiatt is hívtuk ide a vendégünket, Vadas Andrást, mert ő pedig a pestis járványnak szakértője a középkorban, és hát pont azért lenne az első kérdésem, hogy így igazából bevezetőként, hogy így nagyságrendileg mit lehet elmondani a pestis járványról, nyilván több is volt a történelem folyamán, hogy az mekkora pusztításokat végzett. Pestis járványokról szokás beszélni, illetve több ilyen úgynevezett nagy pandémiáról, és a második pestis pandémia az, amit a késő középkorhoz szokás kötni, és amit általában az emberek ismernek a fekete halál, tehát a nagy pestis járvány kapcsán. Ez az, amit a vitáznak a történészek, hogy a 13. vagy a 14. században jelenik meg Európában, most újabb elképzelések szerint lehet, hogy nem a 1340-es években jelent meg Európában ez a betegség újra évszázadokat követően, amiről akár lehet később beszélni, de hogy az 1340-es évektől kezdve a 18. század közepéig ez rendszeresen fog komolyabb halálozásokat okozni, ahány szakirodalmat nyitunk ki, annyiféle nagyon eltérő becslést fogunk találni arra, hogy mennyi embert ölt meg. Nyilván az a konkrét szám keveset fog mondani arról, hogy mondjuk akár, hogyha a Covid-dal összevetjük, akkor milyen halálozást produkál ez a betegség. Nyilván egy teljesen más népességszámú Európáról van szó, de a különböző becslések, mondjuk az egyharmad és a kétharmad, tehát Európa lakosságának egyharmad és kétharmada közé teszik. Most talán a legrelevánsabb véleményt egy norvég történész fogalmazza meg, és ő elég hosszan érvel amellett, hogy szerinte biztos, hogy a Európa lakosságának 50%-a halt meg. Én ezzel kapcsolatban picit szkeptikus vagyok, ugyanakkor tényleg abszolút mérvadó történészek mondják azt, legalábbis Nyugat-Európára nézve, hogy ilyen nagyságrendű halálozást produkálhatott a fekete halál, és utána még számos későbbi járvány okozott komolyabb halálozási hullámokat. Ezek általában már nem európai szinten, hanem regionálisan 1600-as években. Itáliában volt egy hatalmas hullám, Németalföldön az 1600-as évek közepén, Magyarországon is voltak visszatérő hullámok a koraújkor folyamán végig, de úgy szép lassan a lakosság hozzászokott, és olyan mérő európai szintű halálozás, mint ami a nagy pestis járvány idején tapasztalható volt, olyan nem lesz többet, vagy nem volt többet ez idáig. És nekem igazából, ami nagyon megmaradt, amikor ezzel a témával, tehát olvastam cikkeket, hogy tehát azért abban a korban több olyan feljegyzés is van, hogy tényleg így sajnálatos módon talicskával tolták, meg így ilyen kis kocsikkal vitték a halottakat, és hogyha most így nézzük, hogy 50%, akkor igazából ugyanannyi halott kellett, hogy legyen az utcán, mint amennyien sétáltak esetleg, vagy nem tudom, hogy kezdte elképzelni, de hogy ilyen szempontból összevetve a mai helyzettel nyilván azért teljesen más hangulata lehetett, de igazából a kérdésem arra irányul, hogy hogyan kell elképzelni akkor az utcát, tehát hogy ahogy amit én most itt felvázoltam, azt hogyan kell elképzelni tényleg így adatok alapján? Még a koraújkorban is általában az ilyen járványok idején, hogyha beszámolnak, akkor rendszeresen úgy adják meg a halálozást, hogy aznap hányan haltak meg. És mondjuk kisvárosok szintjén is, hogyha azt olvassuk, hogy mondjuk meghalt egy tucat ember egy nap, az látható nyomot hagy egy városban. Tehát az azt jelenti, hogy az akkori város 8 darab utcáján őket ki kellett tolni talicskával, vagy bármi egyébbel. Tehát hogy ez egy valószínűleg ezekben az időszakokban egy ténylegesen napi szintű látvány volt, hogy halottakat tolnak ki a városból. Ugye rendszeresen nem kerül sor formális temetésekre, tehát tömegsírokat találunk ebből az időszakból. Erről kortárs feljegyzések is vannak, hogy nem jelenik meg pap, nincsen, tehát nem szolgálják ki a szentséget. Tehát, hogy egyszerűen csak valamiképpen a város szélén földelik a halottakat.
nyilván a korai korból vannak festmények, ahol nem tudom, Milánó utcáin fekszenek a halottak, ez nem feltétlenül a realitás, azért annyira azzal tisztában vannak, hogy akárhogy is, de el kell fölelni a halottakat, picit más okoknál fogva, mint amit ma gondolunk, tehát nem feltétlenül ugyanazok miatt a járványügyi okok miatt teszik ezt, de tisztában voltak azzal, hogy nem lehet otthagyni halottakat az utcán, tehát ez egészen biztosan nem így nézett ki. Ugyanakkor az, hogy tényleg ez egy mindennapi látvány volt a járványok idején, az egy abszolút reális elképzelés, és tényleg az 50%-os halálozás okán, ami mondjuk akár, tehát hogy ezek nem évek, amikor egy járvány pusztít, hanem néhány hónap alatt vonul le át egy városon, akkor ez ténylegesen egy egészen elképesztő tömeget jelentett valószínűleg, ami látványban is megmutatkozott. Így a járvány így Európát, meg így sok európai országot, ami úgy nem volt hozzászokva ilyen, hát ilyen fajta megmérettetésekhez, vagy hát ilyen nyomásokhoz. Hát nagyon sok embernek újra problémája lett, hogy akkor nagyon sokan, tehát a szomorúság, depresszió így az utcákon, meg így az emberek szemében, meg hogy nyilván megbénította a gazdaságot, egy csomó munkahely megszűnt, meg a gazdaság, vagy vállalkozások. Tehát abban a korban, most így őszintén szóval, hogyha így elképzelem én, hogy ezek alapján, az adatok alapján, akkor azért míg zajlott a járvány, úgy tudom elképzelni, hogy szinte konkrétan ilyen szellemvárosokká váltak a városok, tehát ezt így leállt minden, és így konkrétan a NEST sem lehetett hallani az utcán, vagy hogy kell elképzelni a korban egy ilyen járványnak a lefolyását? Az egyfelől fontos tényleg, hogy valószínűleg ezek a városok évszázadok óta nem láttak komolyabb járványokat, tehát azt szokás gondolni, mondjuk a 11. és a 14. század közti időszakról, hogy a járványok, vagy a nagyobb demográfiai sokkok, ez alatt lehet járványokat érteni, éhínségeket érteni, tényleg kisebb gyakorisággal jelentkeznek. Ez a 14. század közepén változik meg valószínűleg, ugye ez egy viszonylag hagyományos elképzelés, hogy ugye Malthus fogalmazza meg azt, hogy valamilyen demográfiai plafont elér Európa lakossága, és valamilyen módon kiegyenlítődés indul meg, ami ebben az esetben egy járványban fog testet ölteni. Ezt megelőzően nem tapasztalt, nem voltak hozzászokva az emberek ehhez a látványhoz és ehhez a jelenséghez. Egészen biztosan átstruktúrált településeket, nem is elsősorban a városokat fogja furcsa módon eltüntetni a földszínéről, bármennyire is városokkal asszociáljuk ezeket a járványokat, hanem teljesen átrendezi a település hálózatot Európa bizonyos területein. A városokban nagyon sok lehetőség lesz, tehát hogy azt említetted, hogy biztos akkor az emberek, nem tudom, megszűnnek, és egy gazdasági válság van, furcsa módon ez egy gazdasági lehetőséget is fog jelenteni nagyon sokak számára, tehát egy nagyon komplex folyamat fog megindulni mondjuk gazdasági szempontból. Bocsánat, csak egy közbevetésként, hogy nyilván most is vannak cégek, akik az elmúlt két évben nem azt mondják, hogy mennyire rossz volt, hanem konkrétan, amik megtízszerezték a vagyonukat, tehát nyilván most is. Igen, most nem fogjuk nevesíteni ezeket, de nem reklámozzuk. Nyilvánvalóan ez igen, tehát hogy a gazdasági bizonyos része számára egy óriási sok, ugyanakkor tényleg lehetőséget is fog teremteni. Látunk egy komoly migrációt, például marginális, tehát vidéki települések felől a városok irányába, a pestis járványt követően, mert egészen egyszerűen hiány nagyon-nagyon sok szakma képviselőjének, vagy egészen egyszerűen kézművesekből, bármiféle akár fizikai munkát végző emberből hiány lép fel a városokban, és nagyon-nagyon sok vidéki település fog elnéptelenedni egész Európában. Ennek nem csak a pestis járvány az oka, ennek más gazdasági folyamatok is a hátterében állnak, az állattenyésztés súlyának megnövekedése, ugye az úgynevezett mezőgazdasági ollónak a kinyílását szokták a szakmai berkekben használni. Erre egészen egyszerűen nagyobb a kereslet, jobb lehetőségeket fog teremteni a város, és olyan területeken, ahol mondjuk a szántóföldi növénytermesztés nem annyira jövedelmező, mondjuk például már éppen, hogy csak be tud érni a búza, árpa, bármi, onnan érdemesebb a városok fele elkezdeni mozogni, ezeken az üresen maradt területeken jól lehet juhot tenyészteni, marhát tartani, bármi egyéb állattenyésztést végezni, ugye ez kevésbé munkaintenzív,
tehát alapvetően ez adott esetben a Földes úrnak is megérte, tehát egy átstruktúrálódást lehet látni. Biztos, hogy voltak időszakok, amikor hirtelen üres házak tömkelegét lehetett városokban látni, tehát ez is egészen biztosan közben jelentkezik, de ez egy meglepően rövid ideig tartó látvány lehetett, inkább egy ilyen átstruktúrálódás, amiben érdemes mondjuk gondolkodni, vagy inkább egy ilyen képet lehet látni. Viszont európai szinten több ezerre teszik az olyan települések számát, amelyek elnéptelenednek a pestis idején, a pestist követő időszakban, aminek tényleg komplex okai vannak, de egészen biztosan a járvány az egy fontos tényezője ennek. Tehát, hogy egy furcsa módon egy inkább városi, hagyományosan inkább városi jelenségként értelmez a dolog, mint egy járvány, adott esetben a vidéket népteleníti el, és arra is elmutattak azért ma már kutatások, hogy az, hogy ez egy városi jelenség lett volna, a pestis, ez sem feltétlenül igaz, tehát látunk ténylegesen a pestisben elnéptelenedett vidéki településeket, tehát ugyanúgy elérte ezeket a pestis, tehát olyan területeken, ahol tényleg komoly pusztítást okoz a betegség, Észak-Itália, francia területek, Dél-Anglia, nem feltétlenül kerülte el a falvakat a járvány. És mennyi ideig tartottam ugye a leghosszabb pestis járvány? Tehát most így a Covid-hoz összeviszonyítva, hogy ezt meg most 2 éve tart, úgymond, vagy lehet, hogy vége, nem tudom. Alapvetően, amikor például a nagy pestis járványról beszélünk, az 1347 és 53 között zajlik Európában többé-kevésbé, de ez nem azt jelenti, hogy mondjuk Londonban 5-6 éven keresztül pusztít a pestis. Általában egy adott területen egy évig látjuk a pestisnek a pusztítását jelen lenni, sőt néhány hónapig látjuk kulminálódni ezt, és nem látjuk azt, hogy mondjuk a járvány alatt komolyabban visszatérne még egy hullámban, ahogy mondjuk ezt a Covid idején tapasztaljuk. Nyilván ez egy bakteriális betegség, teljesen más ennek a lefolyása ezáltal, és a hullámok is teljesen másképpen jelentkeznek. Azt ugyanakkor látjuk, hogy a 17. századig néhány évente, vagy néhány 10 évente akár visszatér ez a betegség újra és újra Európának egyes területein. Például a 17. századi Magyar Királyságban azért azt látjuk, hogy néhány évtizedente komolyabb népesség csökkenést fog okozni lokális szinten, de olyan, hogy mondjuk 2 évig pusztítson folyamatosan egy településen, ezzel nagyon-nagyon ritkán találkozunk. És azt lehet tudni, hogy így nagyjából így mostani újabb kutatások szerint, hogy nagyjából hogyan jutott el Európába, vagy miként kezdett el így ez, miként tört be így úgymond a társadalomba ez a betegség? Ez most az egyik legtöbbet kutatott terület, mert hogy nyilván nagyon érdekes, nyilván a Covid okán is, és részben azért, mert hogy nagyon új módszerekkel lehet kutatni a járvány terjedését. Hagyományosan történészek foglalkoztak ezzel, történészek nyilván az írott forrásokból dolgoztak, amelyek nagyon kevés támpontot adtak ebben a kérdésben. Van egy nagyon fontos forrásszövegünk a pestis idejéről, egy piacenzai jegyző, akit Gabriele de Mussisnek hívtak, megírta a pestisnek a történetét röviden, aki elmeséli azt, hogy Kaffának, tehát a Krím-félszigeten lévő Kaffának az ostroma során az ostromló tatárok között kezd el ez a betegség terjedni, és elkezdik a elhalálozott embereket bekatapultálni a városba biológiai fegyverként használva őket, ami elől a kaffaiak, akik alapvetően egy genovaiak, tehát hogy ahol számos genovai élt, megindulnak haza, mert hogy már nagyon-nagyon régóta tart az ostrom, kikötnek Konstantinápolyban, akkor ezáltal itt is elterjesztve a betegséget, tovább mennek a Mediterráneumban, kikötnek Messinában, amelyik az egyik első, de dél-európai gócpont lesz, majd eléri Genovát 1947 folyamán, és innen fog utána először Marseille-be, és utána tovább egész Itáliába, a francia területekre, és így szépen gyakorlatilag minden irányba tovább terjedve, 1953-ra elérve a porosz területeket, tehát a német lovagrendi területeket, és Észak-Európát is, majd fokozatosan lecseng. Ezt az újabb kutatásokban egy picit átértékelték, egyrészt ez a kaffai narratíva nem valószínű, hogy megállja a helyét. Egy történész most felvetette, hogy egy másik telepről indult volna a betegség,
tanának hívják ezt a szintén genovaiak által használt kereskedőtelepet, vagy kereskedővárost, hogy esetleg innen tört volna ki a betegség, ami talán ennél is izgalmasabb szempont lehet, mert hogy itt nagyon-nagyon kevés forrás alapján próbálunk következtetni arra, hogy hogyan terjed, az a miért terjed el a betegségnek a kérdése, és ebben a régészeti kutatások lesznek nagyon-nagyon fontosak, illetve a klímatörténeti kutatások lesznek nagyon fontosak. Ez a betegség folyamatosan jelen van évezredek óta valószínűleg Közép-Ázsiában, tehát ez a kórokozó, ez a baktérium, amelyik bolhákban él, folyamatosan jelen van, és valami okból a 14. század, vagy a 13. vagy a 14. században kiszabadul Közép-Ázsiából, aminek valószínűleg klimatikus háttere van. A megváltozó klímaviszonyok arra kényszerítik ezen bolhákat hordozó rágcsálókat, hogy valahogyan új életteret keressenek maguknak, és ez az új élettér valószínűleg azt jelenti, hogy kitörnek arról a viszonylag szűk területről, ahol a selyemútnak a térségében megtalálható volt mindig ez a betegség, és így kezd el fokozatosan a részben a selyemút mentén nyugat felé elindulni, illetve kelet felé, erről sokkal kevesebbet tudunk, számszerűen Kínában sokkal több áldozatot követel a nagypestis járvány, mint Európában. Néhány évvel korábban történt itt a járvány kitörése, vagy közel egy évtizeddel, nem is annyira jó adatolt itt a betegség, de egészen biztosan legalább akkora, sőt nagyobb halálozással járt, mint Európában. Tehát, hogy minden irányba valahogyan Közép-Ázsiából kiszabadul ez a baktérium. És ez a név, hogy pestis, tehát mikortól kezdik ezt alkalmazni, vagy miért így nevezik el? Tehát mert most nyilván most a vírusnak is végül korona lett inkább közszájon forrogva, de amúgy meg COVID-19, tehát stb. Tehát, hogy most akkoriban hogyan mi alapján nevezték el? Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy tehát a pestis nem azonosítható a Yersinia pestis baktérium által okozott megbetegedéssel. Ugye ma már tudjuk, tehát hogy így hívjuk ma azt a baktériumot, amelyik ezt a megbetegedést okozta. A pestis vagy pestilencia, latin név, mindenféle járványos betegséget értettek az alatt, a középkortól, sőt az ókortól kezdve. Sőt, hát ugye a Bibliában is olvasunk pestisekről, amelyek esetében nem tudjuk biztosan azt mondani, hogy ez ugyanazon megbetegedés, ugyanazon baktérium által okozott megbetegedés lenne. Egyszerűen járványos betegséget jelent, amelyeknek különböző formái vannak, különböző akár vírus, akár baktérium által okozott járványos megbetegedések, mindegyikre használják ezt a terminust. Tehát önmagában a név alapján nem fogjuk tudni eldönteni, hogy ez most milyen betegség. Nyilván arra kell hagyatkoznunk, hogyha szerencsés esetben vagy részletesen leírták a különböző szimptomákat, megjelentek bubók, tehát ilyen különböző testi tünetek, vagy magas láz, vagy tüdőembólia, vagy bármi egyébről beszámolnak orvosi traktátusok, amiből elég sok van a 14. század végétől, vagy más forrástípusok, vagy pedig régészetileg ki lehet mutatni azt, hogy konkrétan milyen megbetegedésről van szó. Ez az utóbbi két évtized újdonsága, a 2000-es évek óta alkalmas arra a DNS régészet, vagy régészeti genetika, hogy kimutassa ezt a betegséget csontvázakon, tehát történeti kontextusból származó csontvázakon, és szerencsés esetben tudjuk azt mondani, hogy igen, ez az illető a Yersinia pestis egy korábbi válfaja által okozott megbetegedésben halt meg. Ha már említetted, hogy körülbelül már pár tünetet, hogy hogyan nézett ki, de hogyan kell elképzelnünk, hogy tehát ott akkoriban, ha valaki pestises lett, mert az a, most szokták mondani, hogy az is sokaknak frusztráló volt ebbe a vírusba, hogy úgy kívülről semmi nem látszik az emberen. Nyilván, hogy látszik, ha valaki fullad, de hogy amúgy nem sok minden látszik, de hogy a pestis az hogyan nézett ki, ha valaki ezt elkapta, akkor az milyen tünetei voltak? Háromféle megbetegedésről számolnak be, vagy háromféle szimptoma együttesről számolnak be a kortárs források. A legismertebb, és ami a képjábrázolásokon is legtöbbször megjelenik, és ami egyébként az utókor emlékezetében is talán a leginkább, ez az úgynevezett bubópestis, amikor főleg a tért hajlatban, hónajban ilyen buborék, vagy ilyen vízzel teli, vagy gennyel telt, ilyen különböző ilyen kis hólyagok jelentek meg, magas lázzal járt,
És ezek egy bizonyos ponton hát általában olyan magas lázat okoztak, amelyben jó esélye meghalt a, aki megfertőződött. Van egy második típus, amit tüdőpestisnek hívnak, amelyik kifejezetten tüdőgyulladást, és, tehát magas lázat és tüdőgyulladáshoz hasonló jeleket mutat, aminek viszont semmilyen külsérelmi nyoma, tehát küllem nyoma nincsen, és van egy szeptikémiás pestis, amelyik pedig a véráramba kerülve teljesen gyakorlatilag 100%-os halálozással járt a középkorban, és szintén egy-két nap alatt csak, szinte csak a magas láz volt a tünete. Tehát, hogy nagyon különböző tünettípusok voltak ezen, tehát hogy a Yersinia pestis által okozva, pont úgy, ahogy a Covid által, ugye, hát nem tudom, utóbbi években a lábujjviszketéstől a fulladásig mindenféle tüneteket leírtak ezzel kapcsolatban, és ugyanígy igaz ez a Yersinia pestis megbetegedésekre is. És hogy jól értett a végül, tehát általánosságban, hogy egy-két nap alatt elvitte az embert, hogyha valaki elkapott egy ilyet? A szeptikémiás pest is az tényleg nagyon-nagyon gyorsan végzett az áldozatokkal, de azt látjuk a forrásokban, hogy egy-két hét alatt szinte mindig eldölt, hogy valaki túlélje vagy nem, vagy eldölt, és nagyon-nagyon gyakran egy héten belül jelentkezettek a tünetek, és gyakran a halálozásig is egy hét alatt eljutott a betegség. Tehát nagyon-nagyon gyors lefolyású. Ez pont megnehezíti a kutatást, főleg a régészeti szempontból, semmilyen külsérelmi nyom nincs a csontvázakon, és ebből próbálnak mégis következtetni a betegséget. És ez akkor azt jelenti, hogy mondjuk volt, tehát hogy mondjuk mindenki elkapta, és voltak túlélők, vagy azt jelenti, hogy voltak, akik valahogy így elbújtak, mint ahogy esetleg a, tehát most tök például megihletett sok művet is ez az egész, tehát egyik ilyen hírhet mű, úgymond a Decameron, az is arról szól, hogy tehát ilyen kis kolóniákat alkotnak, hogy akkor viszont végigbulizzák addig az életet, vagy valami, tehát hogy valakik annyira elszeparálták magukat, hogy el se kapták, azért érték túl, vagy valaki annyira erős immunrendszerű volt, hogy még azt is túlélte, és így. Élik túl a pest is, tehát nem 100%-os a halálozás, különösen bubó pestisnek egyébként, tehát a három közül annak a legalacsonyabb a halálozása, amennyire tudjuk, tehát élik túl. Egészen biztosan, tehát tényleg a Decameronban is megjelenik ez az ön karantén és a vidékre költözés, ugye ott inkább azért, mert ugye a rossz levegő, ami a korszakban asszociálódott a betegségekkel, ugye ez úgynevezett miazma teória, mi szerint a levegőben lévő rossz gázok, gőzök betegítik meg az embert, és ha ez nem éri el a falvakat, akkor oda érdemes elbújni, vagy a vidéki kastélyokat ebben az esetben. Tehát, hogy ezt használják a középkorban, ezt a védekezési módot. Arra is látunk példát, hogy ha valahol megbetegedés van, akkor azt a családot karantén alá helyezik, felfalaznak konkrétan bejáratokat Milánóban már a nagypestis járvány idején, hogy ne jöhessen ki az, aki megbetegedett, illetve az ő családtagjai sem. Látjuk. De azért nem azt jelenti, hogy élve ott eltemetik, hanem hogy bedobálnak neki valahogy a falon. Feltehetőleg jutottak élelemhez, de akkor jöhetett, hogy csak azután jöhettek ki, hogy elmúltak a tüneteik már jó ideje. A 14. század találja ki a szinte az összes olyan karanténintézményt, amit ma ismerünk, tehát 1777-ből van olyan feljegyzésünk Ragúzából, tehát a mai Dubrovnikból, ahol a városi tanács egy külön szigetet kijelöl, ahol várakozni kell a pestises területről érkezőknek, két hetet, illetve egy hónapot, illetve különböző hosszúságú időt meg kell várni, hogy jelentkezik-e tünet, elmúlik-e a betegség, vagy egyszerűen nem is volt fertőzött, és akkor léphet be a város területére. Tehát nagyon szofisztikált módszereket találnak ki viszonylag korán a pestissel szembeni védekezésre, de nyilvánvalóan az első időszakban egészen egyszerűen a városból való, vagy a forgalmasabb helyektől való távolmaradás tűnt a legjárhatóbb útnak, és egészen egyszerűen azért azt látjuk, hogy élik túl emberek a pestist, adott esetben városokban körmeneteket rendeznek a pestissel szemben, ami hát nyilván sok ember egy helyen való jelenlétét jelenti, és nem jelenti azt, hogy a körmenet résztvevői közül mindenki elhalálozott a betegségben, tehát hogy élik bőven túl. Azt látjuk, hogy a férfiak az egy kisebb arányban élik túl egyébként, mint nők, illetve erről megint csak vitatkoznak történészek, de hogy
van egy ilyen elképzelés, hogy, hogy a nők kevésbé, hogy a nők immunisabbak a betegséggel szemben. Most ez lehet egy vicces kérdés, de hogyha a mai Európában ilyen szintű, mert úgy tűnik, hogy azért eléggé radikális karantén intézkedéseik voltak, ha ilyet alkalmaztak volna, valószínűleg itt egy vírus hamarabb megállt volna, mert most, hogyha konkrétan kötelezően mindenkinek egy szigetre kell menni, és ott át megnézni, hogy van, az lehet, hogy tényleg hatékonyabb, mint hogy most kitettek egy piros cédulát az ajtókra, aztán valaki ugyanúgy kibejárt, mert hogy nem volt kedveben maradni. Azért a középkor is kitalál mindenféle kiskaput. Tehát, hogy van egy tulajdonképpen diplomata útlevelet, azt kitalálja a középkor, tehát, hogy mindenkinek karantén alá kell helyeznie magát, kivéve akinek nem. Tehát, hogy, hogy Itáliában vannak ilyen mentességi cédulák, amiket elkezdenek használni. És nem régiben találkoztam egy forrással, a 17. század közepén egy magyar végvárban panaszkodik a helyi kapitány, hogy hát, hogy ő mindenhogy próbálja a pestistől megóvni a várost, de hogy hiába próbálja, valami gazdag embert oda küldtek pestises helyről, és őt be kellett engedni a városba, mert hogy hát ő fontos ember. Tehát, hogy alapvetően persze betartják a szabályokat, kivéve, hogyha nem. Tehát azért azt látjuk, hogy ez nem mindig működik. Hát, hogy még egy példa, nem szabad házasságokat tartani sokszor pestis idején, kivéve a földesúr, aki, hogyha szerelmes, akkor esküvőt tart, és meghívja a teljes nász népet. Ez egy kicsit olyan vicces, hogy ez most már több, közel 700 éve volt, és hogy majdnem ugyanolyan történeteket fel lehet sorolni a tavalyi évből is körülbelül. Tehát, hogy... Igen, tehát is nagyon sokat nem tanultunk, tényleg meglepően hasonló. Nyilván nem a betegség hasonló, a reakciók, és hát nyilván olyan szempontból teljesen hasonló, hogy egy teljesen ismeretlen betegségről van szó, és fogalmuk sincs, hogy mi véd, mi nem véd, stb. Tehát végülis ilyen szempontból jól hasonlítható, maga a betegség nem hasonlítható, a kezelés, vagy hát a karantén és egyéb, ez az, ami viszont nagyon szép párhuzamokat mutat. És van még egy pont, amit általában még gimnazisták is jobb esetben találkoznak vele, az a kép, ahogy az úgynevezett pestis doktort ábrázolják, hogy egy ilyen, hát nem maszkban van, de hát egy ilyen csőrszerű maszk van a fején, és hát ilyen madárnak néz ki körülbelül, és hogy tehát mit lehet tudni erről a egész felszerelésről, hogy ez így volt, nem így volt, vagy másképp kell képzelni? Volt ilyen, viszont nem középkori, tehát hogy ezt összeszoktuk kapcsolni fejben valóban a nagy pestis járványa, tehát a 14. század közepi járványa, az a pestis doktor, ez egy koraújkori ábrázolás, vagy hát egy koraújkori forma. Tulajdonképpen a miazmával szemben védekeznek, tehát egészen egyszerűen ezeket a rossz kigőzölgéseket próbálják semlegesíteni, ugye a csőrben ilyen különböző gyógynövényeket párologtatnak, amelyek ugye ezelől védenék meg az orvosokat, akik ebben a csőrben, vagy hát ebben a maszkban jártak. Tehát tulajdonképpen nem, tehát lehetne ez nem hatástalan, mert hogy hát akár hasonlíthatna egy maszkhoz is, amit ma használunk, de itt inkább tényleg a miazmával szembeni nem feltétlenül hatékony védekezésről van szó, és hát ugye ma már azért tudjuk, hogy itt nem feltétlenül a levegőben terjedő betegségről, gekről van szó. És esetleg, ha már vannak párhuzamok, volt akkoriban olyan élelmes bárki, aki ezt elkezdte árusítani, mert hogy ugye a maszkokból konkrét boltok nyíltak az elmúlt két évben, pedig azt hittük, hogy egy hónap alatt lemegy, vagy valami. Tehát, hogy akkoriban is mondjuk ilyen csőröket árult valaki? Ilyen csőrdivat kialakulása nem feltétlenül tudok. Könnyen lehet, hogy van, aki ebből is húzott hasznot, mert hát viszonylag élelmes kereskedők vannak a koraújkorban is, tehát egészen könnyen lehet. Forrásban még nem találkoztam ezzel, hogy csőrdivat alakult volna ki. Érdekes ábrázolás lenne, hogyha nem csak a doktor lenne így ábrázolva, hanem több ember, és akkor, tehát mert most, hogyha valakinek lesznek családi képei, vagy utcai képei az elmúlt két évben, akkor mindenki egyfajta maszkban van, úgyhogy ez is biztos később egy érdekes forrás lesz, ilyen fotók. Ami még itt felvetődik, hogy volt szó arról, hogy akkor próbálták mondjuk így védekezni, vagy gyógyítani esetleg, de hogy volt-e bármiféle lehetőség, vagy eredmény, hogy valamilyen orvosságot találjanak erre,
esetleg, most nyilván csak viccből mondom, tehát hogy vakcinát, tehát amire most itt nagyon áhítozott mindenki, és sikerült, hála Istennek, de hogy akkor ezt hogy kell elképzelni? Vakcinák már a 18. századtól vannak, tehát azért ez egy nagyon régi dolog. Itt ebben az esetben ez nem merül fel, ugyanakkor pestis elleni orvosságokat rendszeresen forgalmaznak a kora újkorban. Én a Batthyányiakkal foglalkoztam sokat, a Batthyányiaknak nagyon sok orvos dolgozik Európában, és rendszeresen vásárolnak különböző pestis elleni szereket, ezek rendszeresen valójában gyógynövények, és azok kombinációi, amelyekkel próbálnak védekezni a pestissel szemben. Ez különböző pestis traktátusokban rendszeresen megjelenik, meg különböző receptek arra nézve, hogy hogyan kell védekezni a pestissel szemben, és látjuk is ezeket használatban. Az, hogy ezek hatékonyak lettek volna, erről nem tudunk, tehát legalábbis orvosilag nem kimutatható ezeknek a hatékonysága a pestissel szemben, de tény, hogy a 15-16. Századtól traktátusokban és a gyakorlatban is látjuk azt, hogy orvosok küldenek különböző megrendelőknek ilyen szereket. És hogy említetted, hogy a 18. századtól vannak vakcinák, de a pestisre nem lett végül nem, a vakcina. A 19. század végén, tehát az utolsó nagy pandémia idején ez egy immunológus fog vakcinát gyártani. Jersinnek hívták ezt az immunológust, innen a baktérium neve, mert hogy ő fogja izolálni ezt a baktériumot. Ez 1890-es években Hongkongban egy járvány során, azóta van ellenszer, de egyébként azt hiszem, hogy nagy dózisú antibiotikummal kezelik a pestises megbetegedéseket. Ma nincs nagy számban, de van, szinte minden évben vannak kisebb-nagyobb pestis gócok. És akkor ezt az nagyon késői, úgymond időszak ahhoz képest, hogy már azt megelőző évszázadokban volt, tehát akkor igazából nem nagyon volt erre orvosság, csak próbáltak orvosok adni ezt-azt, és így aztán nem is terjedhetett el esetleg mondjuk orvos ellenesség, vagy ilyen orvosság ellenesség, mint mondjuk a mai korunkban, akik ezt vallják. Ilyenről nem tudunk, hogy ez bármilyen módon megjelent volna. Az, hogy megfogalmaznak kritikát orvosokkal szemben, például amiért nincsenek jelen, olyanra találunk már a késő középkorból is példát. Ugyanakkor orvosok lesznek azok, akik például a karantén intézményeket városok számára például propagálni fogják. Két kollégánk, Szende Katalin és Gecser Otto nem régiben például írtak egy nagyon izgalmas cikket arról, hogy egy nagyszebeni orvos a 16. század elején nagyon büszkén írja meg azt, hogy hogyan tudta betegséget távol tartani a várostól, és hát elsősorban nem arra fókuszál, hogy milyen gyógyszereket használtak, hanem arra, hogy milyen karantén intézményeket hoz, hogy nem tudom, megtiltja a vásártartást, nem házasodhatnak, bizonyos hústípusokat nem engednek a városba, stb. Tehát, hogy alapvetően inkább ebben látja a korszak orvoslása a megoldást valójában, mint adott esetben egy-egy gyógyszerben. És már említettük egyszer azt a egyik művet, amiben ez nagyon felvetődik, tehát a Decameron, amiben azt is kimutatja, hogy valakik hol ebbe, hol abban menekültek, tehát valaki a féktelen kicsapongásba, valaki mondjuk az, hogy tehát, elvonult, és mondjuk így Istenhez fordult, tehát hogy ez még erről mit lehet tudni azon kívül, mert ez nyilván egy hírhet mű, de azért tudtam, azért ez eléggé kikarikírozza ezt az időszakot, tehát hogy vagy van esetleg ennek, tudunk erről mondjuk több forrás alapján beszélni, hogy milyen hatása van. Az, hogy van egy nagyon erős vallásos üzenete, tehát hogy ilyen nagyon felfokozott vallásos formái a pestisnek, ez nagyon sokféleképpen nyilvánul meg. Egyrészt rendszeresen köti össze a korszak mondjuk a fizikai mocskot, vagy a fizikai szennyeződést a morális szennyeződéssel, és hogy úgy vélik, hogyha mondjuk az utcát nem csak fizikailag tisztítják meg, hanem például a prostitúciót felszámolják, akkor az valamilyen módon a pestistől is megvédheti a lakosságot. Valenciából vannak ilyen városi rendeleteink a nagy pestis idejéről, ahol teljesen egyértelmű, hogy ezt a kettőt összekapcsolják. Egyébként a prostitúciót rendszeresen tiltották be járványok idején, teljesen érthető járvány
ügyi szempontból, tehát ez már a középkorban elkezdődik. Tehát egyrészt ilyen módon valahogyan van egy ilyen vallásos válasz járványokra. Említettem azt, hogy körmeneteket rendeznek, tehát a pestis körmenet az egy nagyon tipikus ilyen vallásos reakció, és azzal is találkozunk, hogy a 14. század közepétől van egy általános, nagyon erős vallási átalakulás, ahol nagyon felfokozott világvégevárással, a különböző bűnökkel szembeni fellépéssel találkozunk, ugye a flagellens mozgalomnak a kialakulását ebben az időszakra teszik, amikor emberek járnak a vidéken, önsanyargatnak, prédikálnak arról, hogy a betegségek hogyan kapcsolnak össze az erkölcsi romlással, tehát hogy eznek abszolút van egy ilyen típusú megjelenése, illetve szintén egy ilyen vallási eleme a dolognak, ugye ez a zsidósággal szemben megjelenő vádaknak a kérdése, amelyik ugye szintén valamilyen módon egy vallási közegből indul, hiszen a más vallásúaknak a rossz erkölcsei, illetve hát a mérgezései vel kapcsolják össze a pestisnek a terjedését bizonyos területeken. Mondjuk, amit most említettél, az talán esetleg lehet egy pozitívum a mai napokra, hogy tehát talán a Covid kapcsán nem indult el semmiféle kisebbségnek a utálata, vagy nem tudom, lehet, hogy találkozhatunk ezzel, csak most, ahogy így felvetetted, hogy akkor rögtön a zsidók a hibások a pestisért, ez most így talán 2020-22-ben. Hát azért a távol-keletiekkel szembeni, tehát még itt a legelején azért ja, az ez valójában megjelent, talán utána, mondjuk miután egy világjárvány lett belőle, és pont Kínában ugye köszönhetően a viszonylag erős szabályozásnak valójában sokkal kisebb pusztítást okozott, ez utána valószínűleg azért úgy alább hagyott, de azért az elején ennek volt szerintem némi párhuzama. Ja, hát igen, az igaz, hogy az elején még így féltek beengedni, akinek úgy nézett ki, mintha kínai lenne, és akkor szegény mondhatta, hogy vietnámi, kambodzsai, az mindegy volt, ott az igaz, de tehát ilyen szempontból még ebbe is van párhuzam. Ami még itt már korábban említetted, hogy van erre egy elmélet, hogy egy plafont elért az népesség, és hogy ezáltal így egyenlítődött ki a normális népesség, de hogy ez egy olyan elmélet, ami tehát mondjuk arra alapoz, hogy mondjuk tényleg annyian vannak egy bizonyos földrajzi helyen, akkor már legyengülött az immunrendszer az embereknek, vagy pedig ez egy ilyen társadalmi elmélet, hogy ez így kell, hogy működjön? Ez alapvetően egy ilyen társadalmi elméleti megközelítés. Az ugyanakkor rendszeresen felszokott merülni, hogy az, hogy a pest is ilyen pusztítást végez, az vajon összefügghet-e azzal, hogy esetleg egy rosszabbul táplált Európára talál rá. És az 1340-es évek első fele az egy nagyon csapadékos, kevéssé jó termésű éveket hozó időszak, és ezt rendszeresen felszokott merülni a szakirodalomban, hogy adott esetben lehetséges, hogy ez is fokozta a halálozást, hogy egyszerűen egy rosszabb állapotban lévő lakosságra talál rá. Szerintem ez nem feltétlenül tartható, legalábbis mondjuk az, hogy ilyen mértékű halálozást fog okozni, ez kevésbé. És azért azt látjuk, hogy valójában szép lassan visszatalál Európa ugyanaz a népességhez, valamikor a késő, tehát a középkor végére, és azért azt látjuk, hogy valójában jóval följebb tolódik ez a küszöb, tehát az ellátható népességnek a száma, és azért azt látjuk, hogy valójában a 14. század közepén nem arról van szó, hogy megszűnik az éhínség, hanem azt látjuk, hogy valójában nagyon-nagyon jól táplált emberek jelennek meg, egészen egyszerűen sok szabad föld van, sokkal több húst teszik egy ember a 14. század végén, mint ezt tette 100 évvel korábban valószínűleg. Nem tudom, hogy szabad-e kérdezni, én magyar vonatkozásokat, tehát, hogy akkoriban Magyarországról mit lehet tudni, hogy a járvány hogyan érintette. Én egy dologra emlékszem, ha arra ki lehet térni, hogy az egyik nagy hát híres hősünk, a Hunyadi is, hát Pest is behalt, meg tudtam a végül, tehát, hogy nála akkoriban is volt egy járvány, vagy pedig ott, ez ilyen szerencsétlen módon pont sikerült az ostrom végekor ez, hogy kitört ott?
valóban van egy járvány az 1450-es években is, ezek visszatérőek, tehát a középkorban nagyon kevés olyan évtizedet tudunk mondani, amikor nincs valamilyen járványos betegség, ezek között nem biztos, hogy mindegyik valóban Jersinia a Pest is által okozott járvány, hanem valamilyen járványos betegség. A legjobban adatolt középkori magyarországi pestis az az 1508-10 közötti pestis, amelyik Közép-Európában elég nagy pusztítást okoz, és Magyarországon is viszonylag sok adatunk van róla. A nagy pestis járványról, tehát a 14. századi közepi járványról alig-alig van magyarországi adat. Valójában egyetlen nagyon-nagyon konkrét adatunk van, egy váradi kanonoknak a halálát kapcsolják össze a pestissel, illetve ugye Nagy Lajosnak a nápolyi hadjáratának a ból való korai visszatérését szokás összekapcsolni ezzel a járvánnyal, és több olyan forrásunk van, ahol nem tudom, velencei követek nem akarnak Magyarországra jönni, mert állítólag pest is van, de nagyjából ezek, tehát ilyen típusú forrásaink vannak, kevésbé rendelkezünk olyan forrásokkal, ez nyilván a korszaknak a forrás ellátottságából is fakad, ahol mondjuk tudnánk arról, hogy egyes településeken mondjuk milyen halálozással járt volna, vagy hogy komolyabb halálozással járt volna a pestis. Erről ebben az esetben nem tudunk. Késő középkorban, akkor a újkorban már azért jóval részletesebb adataink vannak. 18. századi utolsó nagyobb pestis járványokról pedig az már egy olyan időszak, ahol vannak anyakönyveink, tehát ahol az egyházi adminisztrációnak hála ténylegesen tudunk konkrét halálozás számokat egyes településekre nézve. Ezekkel Őri Péter, egy demográfus foglalkozott sokat azon települések esetében, ahonnan vannak anyakönyveink, azért tényleg vannak komolyabb járványok. Ami meg engemet érdekelt volna a pestis kapcsán, hogy tehát például a pestisnek a középkori magyarországi jelenlétéről tudunk valamit, hogy mondjuk Magyarország akkor hogyan kezelte a járványt, ez most mennyire volt akkor sikeres, vagy pedig igazából mindenhol ugyanazt a pusztítást tudta ez elérni? Azt látjuk, hogy adott esetben városoknak van hatékony politikája. Említettem Nagyszebennek az orvosát, aki például itt az 1510-es pestis után megírja, hogy büszkén, hogy megóvta a városát a pestistől, és tudunk arról, hogy más helyeken pedig ez kevésbé sikerül hatékonyan ebben az időszakban. Rendszeresen látjuk azt, hogy földesurak, vagy adott esetben az uralkodó nem szeretne nagyobb városokban menni, elhagyja Budát, Pozsonyban nem szeret tartózkodni, mert hogy tombol a Pest is, tehát erről sokszor számolnak be ekkora oklevelek más források is. Tehát itt azért látjuk azt, hogy van eltérés a különböző települések között, de inkább valójában azt látjuk, hogy azok a települések, amelyek komolyabb központot jelentenek, ezek nagyon ritkán fognak tudni a pestistől valamiképpen távol maradni. Egyes esetekben valószínűleg a hatékony szabályozás, de inkább városi szinten, mint még az ország szintjén lesz az, ami akadály tud lenni. Olyan, hogy komolyabb országos, mondjuk pestissel szembeni védekezésnek lehetünk tanulni, ez inkább egy 18. századi jelenség. Általában ugye innentől vannak országos egészségügyi szerveink, Mária Terézia, vagy második József, aki ennek az időszakában ezzel már komolyabban foglalkoznak országos szinten, vagy akár Habsburg birodalom szintjén. Még egy pozitívuma volt ennek a járványnak, tehát végülis elég sok helyen az világon, de Magyarországon is indultak ilyen segélyprogramok, meg adakoztak emberek, vagy azoknak, akiknek megárvult, azért már Covid volt, vagy meghalt a családfenntartó, azokat segítsék. Tehát nyilván ezek így a bajban sokak megmutatták az emberi oldalukat, de van-e olyan esetleg így zárásképp, amit esetleg tanulhatna a mai emberiség mondjuk a történelmből a pestis járványokra adott válaszként, vagy ami akkor mondjuk pozitívabban csináltak az emberek, mint most? Talán nem is a pestis kontextusában, de mondjuk járványos betegségek kontextusában fontos lehet, hogy a késő középkorban az egy nagyon tipikus jó cselekedetté válik a különböző betegek ápolása, akár leprások ápolása, ez például szenteknek az életrajzában egy topikusan előkerülő, különösen női szentek életrajzában toposzszerűen előkerülő kérdéskör,
Tehát valamilyen módon akár magasabb társadalmi státuszú emberek esetében is az, hogy segíteni a betegeket, ez valamilyen módon megjelenik, mint egy jó cselekedet, és azt is látjuk, hogy végrendeletekben egyházi intézményeket rendszeresen fognak dotálni, részben azért, mert mondjuk betegápolással foglalkoznak. Tehát ez egy abszolút tipikus jellemző a késő középkorban. Nyilván itt a saját lelki üdvért való aggódás, vagy a család lelki üdvért való aggódás is megjelenik. Ugyanakkor adott esetben egy ilyen egyéni válaszként is értelmezhetjük járványokra. És van-e még valami, amit így a legvégén, mint szakértője ennek a témának, korszaknak tanulságként tudnál mondani így egy járvány időszak kapcsán? Talán az, hogy valamilyen módon ezt, tehát hogy a Covidot úgy éljük meg, mint hogyha ilyesmi nem történt volna, miközben úgy tűnik, hogy ezért ez az utóbbi 1000 évben is egy visszatérő jelenség, hogy vannak olyan komoly betegségek, adott esetben ismeretlen betegségek, amelyek jelen vannak, amelyek átalakítják a világot, átalakítják a mindennapjainkat, tehát miközben ez nyilvánvalóan egy anomália, másfelől nem egy anomália, tehát hogy ezzel találkozunk spanyolnát, ha kolera, tifusz, vérhas, vagy akár a pest is okán folyamatosan a történelmesen. Nagyon köszönöm. Én úgy gondolom, hogy azok a hallgatóink, akik szeretik a történelmet, nagyon izgalmas előadást hallhattak, és akik meg esetleg annyira nem szeretik a történelmet, de minket hallgattak, azok is remélhetőleg tetszett nekik ez a téma. Én úgy gondolom, hogy Vadas András vendégünkkel nagyon hasznos műsort tudtunk készíteni, és a mai témánk az a pestis járvány és a járványokra adott válasz, és így egy-két tanulság nyilván a Covid kapcsán is, és a történelmi tanulságok, és nagyon köszönjük, hogy eljöttél a stúdiónkba, és tudtunk erről beszélni. Én köszönöm még egyszer a lehetőséget.